Kedves nézőink, az Ajkai Bródy Imre gimnázium vendége volt pénteken Závada Péter, költő, rapper, slammer. A fiatal művésszel Kersner Ákos, az intézmény magyar tanára készített számunkra egy interjút, most ezt láthatják. Kedves kollégák, kedves diákok, valamennyiük nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Závada Péter, aki alapvetően azért van itt tudomásom szerint, mert egy új kötete jelent meg, és ennek kapcsán elbeszélget itt a diákokkal, sőt, hát interaktív beszélgetésről lesz itt szó, hiszen úgy tudom, hogy a művekből is idéznek a gyermekeim. Ezen túl pedig, mondom, nem másodszorban, de költőmi voltam előzetteként is jól ismert a vendégünk, valószínűleg ez is szóba került a beszélgetés során, és hát külön köszöntöm a vendégünket annak kapcsán is, hogy pedagógus diplomát szerzett alapvetően, tehát valószínű örömmel jön diákok közé, és hát hasznosítja is persze a munkássága sorának megszerzett diplomáját. Kedves Péter, azt szeretném elsőként is megkérdezni tőled, hogy Pest, Debrecen, Pécs és nagyvárosok után miért éppen Ajkát választottad, hogy egy ilyen író-olvasó találkozóra gyere és diákokkal beszélj az új kötetedről, a Mészről? Mert egy nagyon kedves meghívást kaptam, és szeretem elfogadni ezeket a meghívásokat. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy az olvasókkal találkozzak és beszéljek velük. Sokat járok gimnáziumokba, egyetemekre is, hogyha meghívnak. És azt gondolom, hogy ez egy ilyen aktív formája a kommunikációnak az olvasók és a szerzők között. És most Ajkáról érkezett megkeresés, amit nagyon szívesen elfogadtam. Úgy tudom, hogy az irodalmi körösökkel is tudtál találkozni itt a Bródy Imre gimnáziumban. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire ismertél a tinédzser önmagadra ezekben a fiatalokban? Abszolút, egyébként a verseikben is, a verseik hangjában is, és a zenéhez fűződő viszonyukban is, tehát azt látom, hogy nagyon nyitott és érdeklődő fiatalok vannak itt a gimnáziumban, úgyhogy a válaszom igen. Lent a beszélgetés során előkerült, hogy az irodalom oktatás talán nem mindig jól közelít a versekhez. Tudjuk, hogy nyelvtanár vagy, jártál és jársz is gondolom sokat külföldön, hogy milyen módszerekkel lehetne szerinted élőbbé varázsolni az irodalmat, az irodalom órákat is? Szerintem egyébként abszolút az az irány a termékeny, hogyha kortárs szerzőket és kortárs szövegeket is mutatunk a fiataloknak. Ugye ez nagyon gyakori, hogy elcsúszik a tanterv, és akkor az érettségig maximum, talán Petrinek, meg Tandorinak a nevével esetleg találkoznak a diákok, de már az is ritkaság számba megy. Tehát én egészen kortárs szövegeket is mutatnék nekik, hogy most miket írnak szerzők. Ez persze azt is előfeltételezi, hogy a magyar tanároknak is ugye követniük kell az aktualitásokat. És hát a slam poetryt, ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy azt, hogyha minden iskolában szerveznek ilyen köröket, vagy esteket, vagy iskolán kívül városi, megyei ilyen köröket, akkor azt gondolom, hogy ez nagyon sok fiatalt vonzhat és mozdíthat el az irodalom irányába. Ja, most megyünk is 25-én a döntőre, úgyhogy egész busszal. Uh-huh. Ilyen értelemben mi talán követjük a kort, vagy uh-huh. ezeket az elvárásokat. A következő kérdésem az volna, hogy tudjuk, hogy zenélsz is, drámát, a színházban is nagyon fontos szereped van, és ha jól aludtam, akkor új drámára készülsz, hogy ez azt lehet tudni, hogy milyen témájú vagy? Igen. Az első az is a múlttal foglalkozik. Igen, az egy titkos rendőrség megfigyelések témakörben írodott, az felkérésre írodott. Ezt most magamnak írom, ez egy hát ennek a témája nagyon nehezen körülhatárolható, mert ez egy versesebb szöveg, uh-huh. tehát nem klasszikus dramatikus szöveg, tehát nem egy ilyen párbeszédes forma, hanem vannak olyan drámák, amik ilyen verses drámák, és ez kicsit olyasmi lesz, tehát ennek eléggé csapongó a témája is, és egyébként azzal foglalkozik, hogy mi maga a dráma. Egyébként az Amfitrion mitoszát dolgozza föl, ebből indul ki, és ezen keresztül tesz föl kérdéseket a drámaszövegekről, meg a színházról.
És azt nem tervezett, hogy mert tudjuk, hogy nagyon szeret zenélni, hogy valamilyen zenés jellegű darabot, vagy esetleg a kezdett fiait beemelni színházi térbe, vagy ez... Az nagyon adná magát, de nem vonz valamiért. Szóval nekem a műfajoknak a keveredése az csak egy bizonyos szintig érdekel. Nem tudom, slam színházat sem annyira tartom izgalmasnak, vagy nem tudom, mert mindig tehát valamiféle kívánivalót hagy maga után, hogy például szlemerek ugye nem színészek, és akkor elő tudnak adni szövegeket, de mondjuk már ilyen szerepfelvételre már kevésbé kép. Szóval, hogy ilyen ezért is nem tudom, én így szeretem ezeket valamiért így külön kezelni. Valószínűleg azért, mert így izgalmasabb nekem is, mert így változatosabb. Tehát, hogyha mindent összemosnék, és minden a slammet, meg a rappet mindenhova bevinném a színházba, akkor ugyanazt kéne csinálnom egész életemben. Így viszont foglalkozhatok különböző szegmenseivel a kultúrának. De azt hiszem az Arancs interjúban mondtad, hogy mégis azt gondolod, hogy ezek ilyen stiláris irányban egyfelé gravitálnak. Hát elképzelhető, hogy majd kés, igen, hogy valamiféle egyfelé. Hát ez már csak abból is adódik, hogy nekem remélhetőleg előbb-utóbb valamiféle stílus azért az felfedezhető lesz, hogy ezt én írtam. Szóval, hogy itt Ajkán, a gimnáziumban, meg a környéken is nagyon sok kezdetfiai rajongók vannak, és jól tudom, akkor holnap is lesz koncertetek. Igen, holnap Budapesten lesz koncertünk a Dürer kertben. És azt is lehetett olvasni, hogy talán megjelenik lassan a harmadik lemez, hogy ez, egyszer mondtad, hogy nem sietitek el. Hát igen, hogy, ez egy nehéz kérdés, mert több dolognak kell együtt állni ahhoz, hogy ez sikerüljön. Nagyon sok anyag megvan már, tehát valamiféle korong, valamiféle lemez fog készülni a közeljövőben. Ez, én remélem, hogy ez még akár idén, akár a jövő év elején, mindig ezt mondjuk, de hogy most tényleg van egy csomó anyag, tehát ennek előbb-utóbb ki kell jönnie. Úgyhogy. Most végül szeretném azt megkérdezni, hogy mivel magyaráznád azt az ellentmondást, hogy közel 100 ember már téged, és figyelt arra, amit mondtál, tehát például olvasta is, vagy olvassa is a művédet, viszont majdnem minden fórumon azt lehet hallani, hogy az emberek nem olvasnak. Akkor hogyan oldhatottam? Szerintem ez egyre kevésbé igaz, meg azért az is igaz, hogy ez egy, itt is ez egy olyan közeg, hogy könyvtárban vagyunk, és az iskolának nyilván az a szegmense van itt, akit ez érdekel, de én nem gondolom, hogy az emberek ne olvasnának. Az embereknek egy kicsit eléjük kell tenni a könyvet, tehát meg kell nekik mutatni, hogy van, hogy létezik, hogy hozzáférhető, hogy a szerző is élő ember, stb. Tehát szerintem ezt kéne valami kicsit jobban felpörgetni, és akkor többet olvasnának. Csak akkor még egy utolsó utáni kérdés, hogy miért a szabadvers? Mondod, hogy olvastam, hogy a fiatal generáció szinte mindegyike szabadversben ér. Igen. Egyrészt azért, mert tényleg van egy nagyon, nagyon ilyen izgalmas pörgés most a szabadvers körül, az én generációmban is, tehát egy ilyen, tehát nem bírtam ki, hogy én ne próbáljam ki, hogy én ebben hogy tudom megállni a helyemet. Másrészt a kötött formákat, azt valóban pont a posztmodern szerzők, tehát pont mondjuk a Parti Nagy Lajos, vagy a nem tudom, más szerzők nagyon csúcsra járatták. Tehát, hogy annyi mindent megcsináltak velük, hogy gyakorlatilag én, mint kezdő, vagy nem tudom, fiatal szerző, nagyon nehezen tudok újat mutatni ebben. Tehát, hogy azért mozdultam a másik irányba.